És jó. Üdvözlet mindenkinek, 2023. 10. hó 18-a van, és itt a nagy dolgokban a yahoo.hu weboldalon, illetve az infobubble.hu weboldalon ezúttal Kapila Kumárával fogok beszélni. Engedem, hogy bemutassa magát, mert talán az lesz a legegyszerűbb, hogyha ő az, aki elmagyarázza, hogy mi is az, amivel ő foglalkozik, úgyhogy tiéd a szó. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Hello, üdvözlök én is mindenkit! Ahogy szanszkritul szoktuk mondani ezt a köszöntést, az a namaste, ami annyit jelent, hogy üdvözlöm a benned lévő isteni lelket, vagy az istenit. Én igazából most a transgresszív szakralitás képviselőjeként vagyok így télen. Ez egy Facebook csoport, privát csoport, amit vezetek egy ideje. Ez főképp olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek mély szentírásokkal, illetve szentírás elemzésekkel foglalkozik. Tehát arról szól az egész, hogy mi az, amit lelki úton, vagy látomások útján kinyilatkoztatott az Isten az emberek számára. Tehát különböző szentírások születtek a világban, mondjuk ez keleten általában ugye a hinduk, illetve a buddhisták esetében a védák, illetve a különböző szutrák. Itt nyugaton más rendszerek jöttek létre, illetve közel-keleten ugye a Biblia, a Korán, amik szentiratként vannak számon tartva. Most ezek a szent hagyományok azok, amikkel igazából a transgresszív szakralitás csoporton belül foglalkozunk. A transgresszív szakralitás kifejezés ez konkrétan a hindu tantra területére esik, illetve annak a gyakorlati rendszere, a jóga, ami kiegészíti ezt. Természetesen most a jóga alatt nem azt értem, hogy valaki elkezd tornázni valami tornaterembe vagy jógaterembe, hanem ez komoly, mély, spirituális témákkal foglalkozó, hát mondhatni, hogy olyan gyakorlati rendszer, ami egy filozófiából ered, illetve filozófiát támogat. Nagyjából ennyit tudok mondani, hogy ezzel foglalkozom jó ideje, tehát nagyjából 10 éve. Intenzíven, és előtte is foglalkoztam természetesen ilyen témákkal, de ami engem leginkább megragadott, az a látnokiság, vagy profétai aspektusa ezeknek a dolgoknak, hiszen minden szentírás proféták, vagy látnokok hoztak létre, vagy hát írtak meg, természetesen isteni ihletésre, és ez a témakör ragadott meg leginkább, hiszen én jó magam is, amikor elkezdtem ezekkel foglalkozni, hasonló élményben volt részem, egy ilyen elragadtatás, úgymond, amit a Biblia így fogalmaz. Ezt keleten ugye extatikus transzélménynek fogalmazzák, vagy sámánizmusban is ilyen transznak nevezik. De lényegében annyit jelent, hogy ez egy olyan extrém tudatállapot, intenzív extrém tudatállapot, ami tulajdonképpen hasonlít egy halálélményhez, ezért nem véletlenül nevezik ezt kis halálnak is, ami hasonlít egy halálélményhez, amiből már az ember nem jön vissza, legalábbis ebbe a testbe, de áttél egy nagyon kemény találkozást, úgymond a transzcendenciával. És ebben neked részed volt, azt mondod, hogy te ezt, és akkor röviden elmeséled? Hát ez igazából mint élmény, tehát egy belső tapasztalat nem nagyon tudom szavakba foglalni. Ha mégis megpróbálnám, akkor igazából csak itt botladoznának a szavaim is, és nagy hülyeségeket mondanék azok számára. Úgy értem, hogy milyen környezetben, vagy milyen körülmények között történt. Igazából egy sátortáborban voltam, 27 éves voltam,
amikor ez történt, és előtte nem foglalkoztam semmilyen spiritualitással. Tehát igazából én mondhatnám, nagyon sok könyvet olvastam akkor is, de inkább regényeket, sci-fiket, meg ilyesmiket, de amikor ez az élmény megtörtént, akkor kezdtem el mélyebben a Bibliával is foglalkozni, Jézus szavait elkezdtem úgy igazán megérteni, amit előtte nem sikerült, meg előtte nem is érdekelt, de utána ez hirtelen nagyon nagy érdeklődésre adott okot, hogy ez megtörtént velem, ez a hirtelen elragadtatás élmény, amit hasonlóképpen tudok leírni, mint mondjuk János apostol, amit leír a Jelenések könyve előtt, hogy mi történt vele, de igazából ezt nem nagyon lehet leírni, tehát ez egy annyira... Értem. Engem valójában csak az érdekelt, hogy milyen körülmények között, de akkor egy ilyen sátortábor az, amiről szó volt. Rendben, ez elég is nekem. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha jól értelmeztem a beszélgetésünkből, a korábbiból, meg így, ahogy most felvázoltad ezt az egészet, akkor te úgy tekintesz ezekre az úgymond szentírásokra, mint ugyanannak az Istennek a kinyilatkoztatása különböző földrajzi helyeken, illetve az idősíkon, különböző időkben, különböző emberek által, nyilván a nyelvek is különfélék, de alapvetően az igazság az ugyanonnan származik, csak ő ezt megjelenti itt, ennek így, ott, annak úgy. És na most az az érdekel engem, hogy mit gondolsz arról, hogy ez, vagyis hogy látod az alapján, amit tanulmányoztál, ez egy progresszív, vagy egy lineáris kijelentés, tehát a kijelentés fejlődik az évezredek során, vagy van egy általános üzenete, ami csak ismétlődik az idők során? Hát én úgy gondolom, mivel ez egyetlen egy üzenet, és mivel Isten számára, ha Istennek nevezhetjük ezt a kinyilatkoztató szellemiséget, vagy abszolútumot, akkor ez az Isten egyszer nyilvánít ki valamit, mert számára nem létezik idő. Ha a mi számunkra létezik idő és tér, akkor ez számunkra nyilván többféle módon más időben jelenik meg, és ezért gondolhatjuk azt, hogy ez nem ugyanaz. Bár ha lényegi tartalmát nézzük az üzeneteknek, akkor általában ez mind fedi egymást, tehát ekvivalensek. Én ezt látom, egyébként a Bibliában is találtam egy ilyen gondolatot, ami ezt támasztja alá, méghozzá, amikor azt írja Mózes könyvében, hogy volt idő, amikor az egész világ egy szájú és egy tudású volt. Az emberiség gyerekkorában egyetlen nyelv, egyetlen tudás és egyetlen egyetemes spiritualitás létezett. Vagyis, hogy a Biblia, amit kimond, hogy mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. Most az egyféle nyelv és egyféle beszéd nyilván akkor az egyféle tudásra is vonatkozik, és ez a tudás ez nem konkrétan információról szól, hanem inkább tapasztalatról, inkább belső megélt tapasztalatról, vagy úgy is mondhatnám, hogy spiritualitás a szívben. Ez volt egyféle. Mindenkinek a szívében ugyanaz a spiritualitás, ugyanaz az Isten kép szerepelt, de hogy mi történt, arról a Biblia úgy ír, hogy ez az egy fény, ami az abszolút igazság volt, ez sok nézőpont prizmáján át, sokféle tradícióként lett megalapítva. Tehát így alakult ki a sok-sok tanítás, sokféle vallás, és ezért a vallások eltérnek a gondolkodás módjukban, és mindegyik a saját nézőpontját tekinti természetesen egyetlen üdvözítő igazságnak, más vallásokat pedig jobb esetben riválisnak, rosszabb esetben pedig deviánsnak kiáltja ki. Akkor azt mondod, bocsánat, akkor azt mondod, hogy te elfogadod ezt a Bábel-tornya történetet, és akkor ezek... Most csak annyi így igen vagy nemmel, hogy ezt erre találtál hasonlót bárhol máshol a kutatásaid során? Erre a történetre, vagy ennek verziójára? Igen, mert ugye amit mondok, hogy ha egyetlen egy... Egy pillanat, bocsánat, még azt akarom továbbvinni, hogy akkor az elgondolásod, hogy volt egy Isten, most az is egy kérdés még, hogy azt mondtad, hogy Istennek nevezhetjük, vagy mi is az, szóval érdekelne ezt majd mondtuk. Az is, mindjárt. Igen.
Érdekelne majd az is idővel, hogy akkor minek is, tehát mi, miért is mondtad azt, hogy Isten vagy, annak nevezhetjük, szóval mi az szerinted, de majd mindjárt kiderül. De a kérdés valójában most az, hogy, illetve csak akarom megérteni, amit mondtál, hogy a volt eddig a pontig, Bábel tornya pontig egy nyelv, egy tudás, egy spiritualitás, és innen ez szétszerte ágazott a világban, és ez az oka annak, hogy láthatjuk azok azt a rengeteg különféle vallási tradíciókat, eltéréseket, akár rituálék szintjén, vagy hitvallásokban, de mégis van valami közös az összesben, és annak az oka az, hogy egy ponton az emberek egy nyelvet beszéltek, egy tudásuk volt, egy spiritualitásuk volt, és az itt indul el. Szuper, igen, erről beszéltem. Nagyon jól meglátod. Mm-hmm. És akkor azt akartam megtudni, hogy, hogy találkoztál-e ehhez hasonló történettel. Ha nem, az se baj, csak kíváncsi lennék, hogy ha igen. Mondom, tehát ugye most Mózesnél tartottunk, hogy már kérdezhet, hogy most ezt minek nevezem Istennek, vagy minek. Igazából maradjunk annál, hogy ez a tudás itt most fényként van reprezentálva, tehát egy fényről beszélek, ami abszolút igazságnak lehet nevezni, vagy abszolút valóságnak, tehát nem relatív, hanem abszolút, és ez sok nézőpont prizmáján keresztül látszik különböző vallásokként, de ezek a vallások már relatívak. Tehát az abszolúthoz képest minden vallás relatív, mert az abszolút az teljesen, úgy mondják ezt, hogy transzcendens, tehát hogy nem lehet értelemmel, elmével felfogni, hanem ehhez kell mindenképpen egy elme feletti élmény, tehát egy áttörés az elmén túlra, ezt hívjuk ugye transznak, a transz azt jelenti egy áttörés, ilyen értelemben, és a proféták, vagy a látnokok ezt az áttörést valósították meg természetesen nem maguktól, hanem Isten kegyéből, ha most megint Istennek nevezzük ezt a fényt. Világos. Akkor ezért van az, hogy ez azt jelentené, hogy van egy abszolút igazság, ami ez az Isten, amit te Istennek hívsz, és az kinyilatkoztatta magát ebben a sok tradícióban, magyarán szükségeltetik az, hogy ismerje az ember minél többet, vagy az összest, ahhoz, hogy megértse a teljes igazságot, mert ugye az következne abból, hogy ez az abszolút fény a számos prizmán megtörik, akkor mindegyik csak egy részét tartalmazza az igazságnak, tehát az egyén, aki akarja megismerni ezt a világosságot, annak össze kell gyűjteni ezt az információt az összes vallásból, vagy legalábbis amennyihez hozzá tud férni. Ezt így jól gondolom? Na most a tudás itt ugye nem csak információt jelent az én olvasatomban, hanem tapasztalatot is. Tehát jobbára inkább tapasztalatot. És amiről én szeretnék beszélni, az a látnokiság, ami egyfajta magasabb tudás vagy bölcsességet jelent. Nem csak a hindu értelmezésben, a Biblia értelmezésében is beszél a bölcsességről, Salamon bölcsességéről, stb. Na most itt a valódi tudásnak a birtoklója, aki ebben az esetben a látnok, az nem információt halmoz fel és raktároz át, ahogy így mondod, hogy most különböző információkat gyűjt össze, hanem átlátja mindazt az információ halmazt, amit tanulmányoz, illetve amit tapasztal. A tapasztalás ugye mindenképp az elsőrendű, és a tanulmányozás a másodrendű, ami kiegészíti a tapasztalást, vagy támogatja inkább úgy mondom a tapasztalást, és ezer egy időben képes a valóságot nem csak megtudni, vagy okoskodni róla, hanem tisztán látja is a valóságot, és ugye ezek a bölcsek soha nem állították azt, hogy ők ismerik a végső valóságot, vagy az abszolút valóságot, hanem csak azt állították, hogy ők így vagy úgy látják a valóságot. Ezek a bölcsek, akikre most utalsz, akik azt, mert ugye ez nem igaz a bibliai profétákra, hiszen a Bibliának pontosan az a lényege, hogy a Biblia maga az igazság, és a Biblia számára nincs szükség kiegészítésre sehonnan máshonnan. És persze világos, hogy ebben nem fogunk egyetérteni, csak azt akarom mondani, hogy azok számára, akik esetleg hasonlóképpen gondolkodnak, mint te, vagy akár csak ahogy én gondolkodtam, mielőtt elkezdtem ezt az egészet, hogy ó, igen, van valami
meg van egy igazság, meg összetanulom, meg ilyesmi, amit én nem pejoratív értelemben használom ezt az egészet, most szóval nem azt akarom mondani, hogy te ostoba vagy, mert ezt gondolod, csak azt akarom mondani, nyugodtan használhatod pejoratíve, mert én ezt gondolom. De most te mondasz valamit, amiről úgy gondolod, hogy én gondolom. De nem ezt gondolod. Majd ki fogom fejteni, hogy én mit gondolok. Jó, mert igen. Akkor én lehet, hogy félreértettem, amit mondasz a profétákkal kapcsolatban. Szóval a proféták az a Bibliában a proféták, mert ugye a többi vallásban is léteznek ezek, csak nem profétának hívjuk. De ugye nem is lehetnek azok, hisz a Biblia azt állítja, hogy az egy igaz Isten, akinek a neve a tetragrammaton, az ezeken az embereken keresztül nyilatkoztatta ki magát, és nem az összes többén. Ez pedig kizárná azt, hogy a többi az tőle származna, hisz ő ezt az utat választotta, és ugye leírja egyértelműen ebben a könyvben, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen feloldhatatlannak tűnő ellentét. Csak azt akarom mondani, hogy ez az, amit azok számára, akik bekapcsolódnak, az írás nem hagy arra teret senkinek, hogy azt mondja, hogy ezen kívül van az igazság. Ez mindent, ez a 66 könyv, a Biblia, vagy Isten szava. Ez tartalmazza ezt, és nincs szüksége az embernek arra, hogy máshol, vagy máshonnan szerezzen információt, de máson keresztül nem is nyilatkoztatta ki ezt ilyen formában. De mindegy, visszaadom a szót, mert akkor félreértettem azt a részét azzal kapcsolatban, hogy összeszedni az információt. Szóval lehet, hogy azt megvilágíthatnád, hogy gondolod. Igen, igen. Tehát itt arról van szó, hogy egy fényről beszéltem, ami az abszolút igazság, és itt nem arról van szó, hogy valamelyik vallás, vagy valamelyik prizma törésben kell keresnem az igazságot, vagy te is mondtad, hogy mindenben csak részben tartalmazhatja, ugye, mivel prizmán meg van törve ez az egy fény, csak részben tartalmazhatja. És ahogy látjuk, ezek a vallások eltérnek a gondolkodás módjukban, és mindegyik a saját nézőpontját tekinti egyedül üdvözítő igazságnak. Na most itt van az a pont, amit én szeretnék megvilágítani, hogy a Mózes könyvében azt mondja, hogy az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt, és Isten utána összezavarta a nyelvüket, és senki nem értette meg a másik embert. És így alakultak ki a vallások, és a mai napig is így szakadoznak szét a vallások, így alakulnak ki vallási szekták is, hogy nem értik egymást meg, vagy nem, tehát hogy nem ugyanazon a nézeten vannak, és emiatt szakadások történnek. Ezt láthatjuk a történelemben egyébként a kereszténységnek a történetében is nagyon szépen, tehát reformáció, a protestantizmusnak különböző válfajai, stb. Viszont a Benáresznek a maharadzsája, amikor megkérdezték tőle, hogy határozná meg ő az igaz vallás definícióját, akkor ő csak annyit mondott, hogy hát igazából nincs magasztosabb vallás az igazságnak. Tehát az igazságot kell keresnünk, és nem a vallást. Nagyon sok ember abban van, hogy a vallást keresi, és nem az igazságot. Pillanatot. Fejezd be azt a gondolatot, és akkor utána. Igen, na most végül csak ennyit akartam még itt tisztázni, hogy én nem arra akartam kiukadni, hogy minden vallásnak a dolgait össze kell szedegetni, mint egy ilyen kupacba összesöpörni a szemetet, és akkor abból csinálni egy valamit. Nem erről beszéltem. Nagyon sokan így csinálják, ezek a New Age-es. Akkor miről beszéltél? Miért akkor én félreértettem, meg valószínűleg sokan. Hanem arról, hogy a végső abszolút igazságot keresem, és igazából olyan mértékben lehet egy szentírás adekvát, amilyen mértékben az igazságot keresi. De tehát, akkor bocsánat, mégiscsak az van, hogy akkor szóval a hinduizmus az tartalmazza a teljes igazságot, mint egy ilyen... Nem. És a hinduizmus is egy vallás. Jó, akkor várjál, akkor csak menjünk tovább, akkor de tartalmaz igazságot. Igen, igen, jó, de most akkor itt azt mondom, hogy tartalmazzák a vallások, az igazságot viszont. A lényeg az, hogy amit én gondolok, vagy én mondok, hogy a valódi, a teljes igazság az, mint spiritualitás a szívben, ami mindenki szívében tárul fel, az nem vallás, hanem az egy belső, hogy is mondjam, isteni szereted, vagy isteni, hogy is mondjam, kapcsolódás. És ugye, a Bhagavad Gita például így fogalmazva,
hogyan igen? definiálod azt, hogy vallás, mert most lehet, hogy a vallásnak van egy olyan aspektusa, vagy egy olyan verziója a fejedben, mint definíció, ami esetleg problematikusnak tűnik számodra, de minden egy vallás, hisz a vallás az maga az a, ahogyan a viszonyul az ember a megszerzett tudása alapján a külvilághoz, meg a társadalomhoz, ami maga körül van, ez a vallás, az, hogy a hit kapcsolódik ehhez, vagy nem, az már talán egy tágabb verziója, de a lényeg az, hogy azt írja, most itt nézem a definíciót, hogy a vallás az a társadalmi tudat egyik formája. És bár itt azt mondja, hogy a csodatevő természet fölötti tiszteletben részesített erők és lények létezésébe vetett hiten alapuló mitikus képzeteknek az összessége, de végső soron a társadalmi tudatnak egy fajtája. Szóval ez csak tulajdonképp az, ahogyan te vélekedsz a világról, amit téged körbevesz, ez a vallás. Nem feltétlen kell arra gondolni, hogy ó, ez a kereszténység, vagy ez a hinduizmus. Úgyhogy elvethetjük azt a kifejezést, hogy vallás, de még akkor is felmerült itt néhány kifejezés, amit viszont már szerintem meg kell határozzunk, mert különben könnyen lehet, hogy el fogunk beszélni egymás mellett mindvégig. Az egyik ilyen kifejezés volt az igazság, a másik pedig a szeretet. De mielőtt még erre rátérnénk, akkor az egy homályos dolog számomra, hogy akkor hogyan van az, hogy ja, értem, akkor te nem tanulmányozod a különböző vallásokat, csak egyszerűen mész az után, amit szerinted helyes, és akkor úgy... Nem, ami szerintem helyes, hanem ami a látnokiságon belül helyes. Egész pontosan. Világos, tehát... csak ugye nehéz ellenőrizni, hogy amit látsz, vagy tudni vélsz, az helyese vagy nem, hogyha mindössze arra a belső iránytűre hagyatkozhatsz, amit úgy hívsz, hogy a szíved. Szóval, ha nincs egy bármiféle etalon, amihez mérhetném azt, hogy amit gondolok, vagy hiszek, vagy vélek, az helyes, akkor mindenki mondhatja azt, hogy ő tudja az igazságot, mint ahogy az van is ma ugye a vallásokban, hogy mindenki csak azt mondja, hogy ez az igazság, mert én úgy érzem. Szóval, hogy fel lehet ezt oldani valahogy, ezt az ellentmondást? Persze, hát igazából én nem arra gondoltam, vagy nem arra céloztam, hogy az én szívem, illetve amit én gondolok, amit én érzek, az az igazság. Tehát semmilyen szubjektív dologra nem utalok itt, hanem én egyetemes igazságról beszéltem az előbb is, mint abszolút igazságról, ami azt jelenti egyetemes igazság, hogy minden valódi látó ember előtt ugyanaz az igazság jelenik meg. Mert nincs kétféle igazság, hanem egyféle igazság, mondjuk egy igazság van, hogy Isten is csak egy van, nem lehet több. És igazából itt a lényeg, hogy vallás területén is, ugye mivel mondtam, hogy vallások azok módosulásai a végső igazságnak, amit nem lehet megérteni elmével. A vallások azért vannak, hogy valamit, amit megértek belőle, egy szikrát, az a vallásnak a területe, de Bhagavad Gita-ban olvastam egy ilyen idézetet, hogy amikor azt mondja, úgymond az istenség, hogy add fel a vallás minden változatát, és hódolj meg egyedül én előttem, és én megszabadítalak minden bűnös visszahatástól, ne félj. Az a probléma, hogy honnan tudom, hogy az, aki beszél hozzám, az az egy igaz Isten. Nem tudhatom nyilván. De ha nem tudhatom, akkor nem tudok meg... Tehát érted, amit mondok? Szóval én csak azt akarom mondani, hogy abban egyetértünk, hogy léteznek spirituális erők. Persze, jó, oké. Okay. Szóval akkor még mielőtt rátérnénk erre az igazság, szeretet, stb.-re. Ezek a spirituális erők, csak röviden, nem kell, nem feltétlen részletesen, de hogy te hogyan tagolnád ezt, vagy ugye van az egy igaz Isten, mi az, ami még van mellette, ami képes a te tudatoddal kommunikálni, és esetleg elhitetni vele, hogy ő az igaz Isten? Na hát ez nagyon jó ez a kérdés, vártam is egyébként ezt a kérdést, úgyhogy... Szívesen válaszol. Tehát a lényeg itt az, hogy ezek a
az események, vagy lények, vagy nem tudom, minek nevezem őket. Tehát, hát minek nevezette akik, amúgy magadtól őket? Hát én úgy látom, hogy van különböző rétege ennek a dolognak. Tehát az Isten eredeti terében lévő dolgokat, azokat egyedül csak onnan tudjuk megtapasztalni, tehát Isten által irányítottan tudnak csak megnyilvánulni azok a dolgok, amik isteni dolgok. Tehát az érzékelésünk egyáltalán nem képes megragadni ezeket, mármint az érzékszerveink, ugye nem tudom látni, hallani, szagolni, nyalni, stb. Ezeket az isteni dolgokat. Tehát mi emberek a jelenlegi tudatállapotunkban az isteni dolgoknak csak különböző hatásait vagyunk képesek érzékelni. Tehát a hatások, azok meg valamiféle képzetet szülnek az elménkben, és ezt a képzetet tudjuk megragadni. Tehát amit az értelmes tudatunkkal nem vagyunk képesek érzékelni, a számunkra mind megnyilvánulatlan marad. És az érzékelésnek azonban szintjei vannak, és ugye itt térek akkor rá a válaszra, és ezért sokszor az érzékelhetetlennek tűnő dolgoknak, vagy jelenségeknek és történéseknek már csak a hatásait, vagy azoknak a hatásait, következményeit tudjuk érzékelni, tehát lenyomatát, ami nem a valóság, hanem annak valami másolata, vagy kópiája. Ilyenkor tehát csak később tudatosul majd a lényünknek, ugyan lényegében a korábban, tehát még érzékelhetetlen szinte ható valami. Vagyis, hogy maga a ható valami azonban még ez esetben is megnyilvánulatlan marad, viszont a hatásai révén valamilyen szinten már ismert lesz. Na most értem, de az a lényeg, hogy ez nem egy alternatív valóság, ez a valóság, hisz hogyha valami, amit nem tudok érzékelni, annak a hatását érzékelem, az a valós, azt érzékelem, tehát az a valóságban igen, lesz. És az igen, idő, mivel az idő eltelt közben, az már múltá is vált, részévé válván a valóságnak. Igen. Szóval ez nem egy alternatív valóság, hanem ez a valóság, csak nem tudom, hogy mi az, ami okozza azt a hatást, ami kiváltotta azt az eredményt vagy eseményt, de az a kérdés, hogy mi az, ami kiváltja azt, függetlenül attól, hogy te tudod-e, vagy nem, vagy látod-e, vagy nem, vagy érzéked, hogy hívod, mi az, amire gondolsz. Ez az, amit Istennek nevezhetünk. Akkor csak egy Isten van, és a spirituálisban de, semmi van. Más nem tevékenykedik, csak az az egy Isten. De tevékenykednek különböző aspektusai. Ezek? Hát ezeket ugye a vallások, vagy különböző utak, vagy ilyen mitoszok angyaloknak, vagy... Csak ezek nem aspektusai neki. Mondanak. Ugye, hanem ezek nem aspektusai. Ezek felőle születnek meg. Tehát, hogy nem nevezhetjük őt teremtőnek ilyen módon, hogy ő az élőlények teremtője, mert ő belőle származnak ezek a lények, tehát nem maguktól jöttek létre. De nem azonosak vele, szóval valami mások. Engem az érdekel, hogy te szerinted mik ezek? Én tudom, hogy a vallások hogy hívják, csak ugye azt akarom mondani, hogy én is tisztában vagyok azzal, hogy hívja mondjuk ezt sajtánnak az iszlám, meg dzsinnek, meg van a... Minek hívják ezt a diváknak, azt hiszem a hinduizmusban diváknak, pont. A szuráknak, igen. Meg igen, illetve vannak még ott is, most nem jut eszembe, hogy hívják, de megvan ezeknek a neve. De most az a kérdés, igen. Mindegyik nem lehet. Szóval azt nem mondhatjuk, hogy a Biblia meg angyalnak hívja, meg valahol meg koboldoknak. Tehát mindegyik csak nem él a spirituálisban, hanem ugyanaz a dolog, ahogy mondtad, mivel az ember nem látja, nem érzékeli, ugyanaz a dolog, az embereknek megnyilvánul úgy, mint Írországban kobold, Magyarországon a hétszínű kapanyányi monyok, Izraelben meg az angyal, az arab félszigeten meg a dzsin, hinduizmusban meg mondjuk a diva, meg a tag, meg mit tudom én, de ugyanaz a dolog nyilvánul meg, vagy ugyanazok a dolgok, csak az emberek másként érzékelik, meg azonosítják. Na te mit gondolsz, hogy mik ezek, honnan származnak? Mi ezt nem tudom, miket, csak annyit látok ebből az egészből, hogy ezek valamilyen kozmikus erők, vagy spirituális erők, amik mindent működtetnek. Tehát ez a feladatuk, hogy működtessék az univerzumot, illetve ezt az egész világot működtessék, illetve hát különböző feladatok vannak nyilván. És ezek jók, ezek pozitív, ezek jók, vagy hasznosak, illetve gonoszak, rosszak, vagy károsak, vagy ez mind jó? Nem.
mivel az Isten abszolút szinten egység, tehát nem kettősség, ezért ellentét párok sincsenek Istenben, tehát nincs, hogy jó vagy rossz, az ember elmében jelenik meg, hogy jó vagy rossz, tehát itt válik ketté az ember elmében, Isten számára nincs jó vagy rossz, mert minden ő maga, de... és minden az ő általa jön létre, és amikor ezek különböző szintekre szétszóródnak, minden szinten egy-egy szinten torzulások, tehát különböző torzulások jönnek létre, és ezért az isteni lényekből, vagy angyalokból bukott angyalok is válhatnak, vagy démonok, tehát attól függ, melyik szintre érkeznek. Értem, szóval léteznek ezek a spirituális lények, amik közül bizonyosak, igen, gonoszak, vagy rosszak, van, amik meg igen, jók. Most arra is jobban torzult. Értem, csak... Hát a démon az, ami jobban torzult. Az rossz angyali magyarul, csak te azt a kifejezést használod, igen, rá, hogy jobban torzult. De a lényeg az, hogy akkor honnan tudod te, hogyha ezek mind ott élnek a spirituálisban, honnan tudod azt, hogy ami kinyilatkoztatott neked, amire azt gondolod, hogy az egy igaz Istentől származik, és az mindenképp pozitív, honnan tudod, hogy nem ezek egyikétől származik az az üzenet? Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Jó kérdés, de valójában itt ugye alapvetően, ahogy mondtam, van egy isteni kegyelem. Az isteni kegyelem az, ami ezt a látnoki képességet is feltárja az emberben, akár profétákat is választhat Isten, és ezt Biblia is leírja, tehát ez nem újdonság. És a látnoki képesség egyfajta misztikus intuíció, amit még Hambas Béla, egyik magyar író szerint tökéletes éberségnek nevezi. Tehát éberség arra, hogy ki az Isten, és az az Isten az hol kapcsolódik hozzám, mint mondjuk élőlényhez, vagy élő lélekhez. És ez az Isten, ez egy egyetemes én, olyan, mint én vagyok, csak én nem vagyok egyetemes, mivel egy teremtmény vagyok, vagy mondjuk egy karakter vagyok, egy játék karakter egy játékban, egy számítógépes játékban hasonló, és ő az, aki irányítja ezt az egész játékot. Tehát persze ő nem én vagyok, de mégis valamilyen szinten hasonlít én hozzám, hiszen én az énségemet tőle nyerem. Mert ő az egyetemes, abszolút én pedig egy egyéni személyes. Végül is visszatértünk oda, hogy akkor csak onnan tudom, hogy igaz az a elgondolás, ami megszületik az elmémben, vagy hamis, vagy akármi, hogy az intuíciómra hagyatkozom, magyarul úgy érzem-e, hogy az rezonál az én szívemben, az én szívemben lakó valamivel, amivel én összehasonlítom. Tehát az egész, nincs lehetőségem arra, ezt akarom kifejezni, nincs lehetőségem arra, hogy azt mondjam, hogy nem ez az abszolút igazság, szóval én ezt gondolom erről a témakörről, ezért hát összevetve azzal, ez helytelen, szóval amit gondoltam, az nem jó, ezért nem jöhetett az Istentől, mint ahogy én élek a Biblia alapján. És nem azt akarom mondani, hogy ezért hát te akármi vagy, mert nem, csak én így gondolkodom, tehát én keresem ugyanezt abban, de ezek szerint nincs, jól értem? Na most itt az a lényeg, amit szeretem felfedni, hogy az igazságot, azt minden esetben Isten tárja fel a látnoknak, és ezt elragadtatott állapotban teszi meg. Ezt a Biblia is alátámasztja. Csak honnan tudod, hogy az az igazság, amit kinyilatkoztat neked? Honnan tudod, hogy János apostol igazán azt tapasztalta, amit leírt? Összetudom vetni azzal, ami az Ószövetségben le van írva, igen, amit kinyilatkoztatott arról, és az koherens azzal, ezért hát elfogadom, igen, azt. És közben ő, igen, még az ő lelkén keresztül megerősíti ezt bennem. De a különbség, igen, abban, amit én mondok, illetve amit te, az, hogy én mindig visszatérek a Bibliához, és az, ami számomra
a mérce, ami alapján meghatározom, hogy amit gondolok, az helyes vagy sem, míg ha jól értem, akkor te nem ezt teszed, hanem te csak az intuíciódra hagyatkozol, hogy eldöntsd, hogy az, amit hiszel, vagy az, ami a fejedben van, az jó-e vagy sem. Nem, hanem vannak tradíciók, ahogy mondtam, méghozzá kinyilatkoztatott szentírások, amelyekre hagyatkozom. Tehát én a tapasztalásomat nem egyedüli, tehát szubjektív valóságnak tekintem, ami egyedüli, hanem ezt alá kell támasztanom, tehát a tapasztalásaimat alá kell támasztanom szentírásokkal, amelyek megerősítik azt, hogy amit én átéltem, az valós élmény, illetve hogy Istentől van. Tehát ezeket csak a szentírások tudják megerősíteni. Én magam szubjektív ezt nem tudom megerősíteni, mert Jézus is hiába próbálta mondani a farizeusoknak, hogy amit én mondok, azt az atya erősíti meg, csak kirögték, mert hát az mi az, hogy az atya erősíti meg? Tehát ilyen nincs. Tehát ha valamire tudok hivatkozni, akkor tudom megerősíteni azt, amiről beszélek. Tehát, és akkor bármelyikre hivatkozhatok ezek közül, a szentírások közül, úgymond, még akkor is, hogyha vannak olyan ellentmondások a különböző írások között, amiket lehetetlen feloldani, amit nem lehet megmagyarázni, mint például az, hogy az iszlámban a péntek a szent nap, a kereszténységben a vasárnap, míg a Tanákban meg a szombat. Szóval ha te, tegyük fel ebben a trilemmában, vagy nem is tudom minek lehet ezt nevezni, hogy péntek, szombat vagy vasárnap, akkor melyiket, amikor el kell döntened, hogy melyik az a nap, melyik írás az, amit választani fogsz a szentírások közül, hogy ezt eldöntsd, vagy lemért, hogy te jó döntés hozzá-e? Hát igazából, mint látnoki szempontból nézve, ennek nincs nagy jelentősége, hogy most péntek, szombat vagy vasárnap, hanem van, aki sokkal mélyebb témák is. De most ez egy egyszerű példa volt, szóval ezzel meg tudod magyarázni. Utána rátérhetünk a komplexebbekre is, de most ha ezt kellene, akkor beleteheted a szent nap helyére akármi más, például, hogy lehet-e tehenet enni, vagy disznót, vagy mindent lehet enni. Mert ha hindu vagy... A mai napi szent nap, meg a hinduk szerint ez a harmadik napja a Durga ünnepeknek. Na ez a lényeg, hogy honnan tudom én azt, hogy ez nem így van, vagy így van. Mert Isten nem jelent ki olyat, hogy ez valakinek így van, valakinek meg nem így van. Hanem mint ahogy Igazából ezek asztrológiai aspektusok, tehát asztrológiai határozzák meg az ünnepeket, hogy most félhold, vagy teli hold van, vagy ilyesmi általában. Csak mégsem minden vallás ugyanúgy határozza meg. Igen, mert ugye, ahogy mondtam, hogy vannak torzulások, és ezért mondtam, hogy minden vallási aspektust félre kell tenni, és csak az igazságot kell keresni. De honnan tudom, hogy mi az igazság? Hát úgy tudom meg az igazságot, hogy magamban kell ezt megtapasztalni. Hát de mindenki másként gondolja azt, nem? De nem. Mert gondolhatja mindenki másképp, a saját igazát hajthatja bárki, de itt az egyetemes igazságot csak Isten tudja feltárni, erről beszéltem az elején, és ez az elragadtatás, vagy extatikus önkívület, vagy transzélmény, nevezzük bárminek, amit Isten ad, mint kegyelmi ajándékot, ezáltal teszi őt látnokká, vagy profétává Isten, hogy onnantól fog ez a személy, aki ezt átélte, tapasztalta, az jelentse ki az Istent, és jelentse ki az igazságot, mert ő már látta azt, hiszen megmutatta Isten számára az igazságot, és az ő feladata prófétaként vagy látnokként annyi, hogy ezt nyilvánítsa ki az emberek számára, hogy az emberek higgyenek abban, hogy van felsőbbrendű hatalom, és nem csak az van, amit az emberek látnak az orruk előtt. És ugye a próféták a Bibliában például megjelennek ugyan, de azon kívül már a zsidó nép megjelenése előtt is fellelhetők voltak zoroasztriánus, keresztény iszlám, vagy más vallásokban, például hindú vallásokban. Bocsánat, mielőtt a Bibliában fel... A zsidó nép megjelenése előtt, tehát Mózes előtt is voltak már. Például beszélnek olyan nagy lényekről, mint például az Énok, vagy a Melkisédek. Persze, abban egyetértünk, hogy a zsidóknak nincs köze
ahhoz, hogy, hogy Isten kijelentette magát már, mint a mostani zsidóknak. De persze ez egy másik téma. Én még mindig ott vagyok akkor ezen a ponton, hogy jó, én elfogadom, hogy kijelenti magát ezeknek a profétáknak. Akkor valamelyikünk, vagy mindketten nem vagyunk proféták, hisz mi két külön dolgot vallunk az igazságról, mégis mindketten azt hiszük, hogy nekünk az igazságot kijelentette Isten. Szóval valaki de vagy téved, vagy mindketten tévedünk. Nem, ezt ne hiszed. Amit én hiszek, az annyi, hogy képzelj el egy elefánt lábnyomot egy sárban, és azon belül egy egér lábnyom. Az egér lábnyom nyilván önmagában teljes, nem tudja az elefánt lábnyomot befogadni, mert nagyobb nála. Az elefánt lábnyom önmagában teljes, de be tudja fogadni az egér lábnyomot. Ugye én így látom ezt, tehát én az elefánt lábnyomot próbálom neked elmagyarázni, te meg az egér lábnyomot próbálod nekem, hogy a Biblia az ugye mint egér lábnyom olyan értelemben, hogy a tradíciónak csak egy részét képezi, egész pontosan a közel-keleti tradíciót, tehát kereszténység, vagy a zsidó, vagy iszlám területet, tehát ábrahámi, mondjuk egy ábrahámi aspektust, míg amit én beszélek, a világ összes létező hagyomány, ami megjelent a proféták vagy látnokok által, mint elefánt lábnyom, ezt nyilván egy egérlábnyom nem tudja befogadni, tehát nem is tudja, hova tegye ezt. De akkor csak úgy van, ahogy mondtam az elején, hogy ha az egérlábnyom az mondjuk tegyük fel, legyen a kereszténység, vagy a judeo-keresztény hozzáállás, akkor lesz abban egy mongúz lábnyom, ami a hindu? Nem. Nem? A hindu, mint vallás, szintén egy egérlábnyom. De nem ugyanaz az egérlábnyom, hanem egy másik. Nem ugyanaz az egér. Jó, és ez a kettő, a két egérlábnyom, ez azonos egymással? Nem. Akkor nem lehet egérlábnyom, akkor az analógia nem helyes, akkor mongúz lábnyom kell, hogy legyen valami más. De végső soron úgy lesz, ahogy mondtam, amiért tiltakoztál az elején, hogy nem a nagy, az nem a kicsiből tevődik össze, de csak úgy van, mert a kicsik tartalmaznak részeket a nagyból, de nem mind azonos. Szóval lesz egy mókus lábnyom, egy kacsa lábnyom, egy mongúz, egy egér, de egyik se ugyanaz, de mégis mind abban van. Szóval elméletileg, ha így lenne, ahogy az analógia működik a lábnyomokkal, elméletileg az egész megismerhető lenne a kicsiből egyfajta deduktív módszerrel összeadván az igazságokat. De azt mondtad, hogy nem így van. Azért nem így van, mert ugye most itt beszélünk egyrészt vallásokról, vagy utakról, nézőpontokról. Én meg beszélek másrészt a kinyilatkoztatásról, illetve a kinyilatkoztatás folyamatáról, ami alapján megszületnek ezek a vallások, illetve megszületnek ezek a szentírások, tehát a látnokokról beszélek, tehát a forrásról, egész pontosan, és ez a látnokiság, mint képesség, vagy tisztánlátás, ezt Isten adja kegyelmi ajándékként. És hogy ez az ajándék alapján, és Sámuel második könyvében találtam egy ilyen mondatot, hogy az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Tehát ez nagyon szépen kifejezi azt, amiről én szeretnék beszélni, tehát hogy a kinyilatkoztatás folyamata a látó számára intuitív látásmódban válik lehetővé. Vagyis az észlelő a sajátos lelkiállapotát tudja csak megnyilvánítani, ezért vannak eltérések az utakban, vagy akár két proféta között is van eltérés, szóban vagy formailag. De itt a lényeg az, hogy az igazságról akarnak beszélni, az igazság az nem megfogható, nem leírható. Hát akkor honnan tudjuk, hogy egyáltalán létezik? Hogyha se megfogni nem tudjuk, se nem leírni. Hát, nagyon jó kérdés. Úgy válaszol erre a Máté evangéliuma, hogy aki befogadja a prófétát proféta nevében, prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi. Ugye ez a Máté evangélium 10.41, és azt mondja utána, ez már egy Bhagavad Gita idézet lesz, ami hindu szentírás, fordulj egy lelki vagy spirituális tanítómesterhez, úgy próbáld megérteni az igazságot. Tudakozol, hogy alázatosan, és szolgáld őt.
Az önmegvalósult lélek képes tudásban részesíteni téged, mert ő már látta az igazságot. És itt kifejező, látta az igazságot, látnokról beszél, szintén tehát Rishiről, ami egy szanszkrit szó, és ez a legenda szerint az összes szentszöveget, srutit, védákat, bármit felfedték a Rishiknek. És a Rishik lettek azok, akik mondjuk papok voltak, vagy hindusok szerzői, szentek. És ez az igazság, amit felfedett nekik valaki. És akkor igen, hogy, az hogy Isten. Lehet? Ez volt, ezért kérdeztem, hogy az, ugye ez volt a probléma nekem, meg mind a mostanáig az. Szóval ezért kérdeztem, hogy honnan tudod, hogy ami kinyilatkoztatott, az az igazság, igen? Hogyha a Rishiknek úgy nyilatkoztatta ki, hogy abból kifejlődött a hindu tradíció, a profétáknak vagy a nábiknak, a Bibliában pedig úgy nyilatkoztatta ki, hogy abból kifejlődött a bibliai judeo-keresztény muszlim tradíció. Tehát nem lehet az igazság, hogyha abszolút, és abból csak egy van, és én ebben egyetértek veled, akkor az nem nyilvánulhat meg különböző formában, hisz az már nem lesz az igazság. Az igazságnak az a lényege, hogy az utána azonos mindenhol. És hogyha nem azonos, akkor az nem az igazság. És hogyha van eltérés a kettő között, akkor az a kettő nem azonos, tehát nem lehet az igazsággal sem azonos. Érthető? Értem, de ez a logika azt fejezi ki, amit most mondasz, hogy mivel te nem értesz egyet azzal, amit én mondok, ezért nálad igazság van, nálam nem lehet, mert ez kizárja, mert ketten nem mondhatunk igazat, tehát én mindenképpen ördög vagy sátán nem, lehetek. Nem, én pont nem ezt, én az előpont nem ezt mondtam. Én az előpont azt mondtam, hogy valamelyikünk biztosan téved, de lehet, hogy mind a ketten. De az nem lehet, hogy mind a ketten igazat mondunk. Dehogy nem, én ezt pont... Nem lehet, mert nem ugyanazt mondjuk. Teljesen mindegy, még egyszer akkor nem nézzük, lehet mindegy. Hogy lehetséges. Ezt szerettem magyarázd meg, hogy lehet. Megmagyarázom. Na, a következő meg kíváncsi vagyok rá, hogy lehet. Ez lett volna a mottóm egyébként, amivel szerettem volna kezdeni, de mindegy, akkor most kerül rá sor. Azt mondja a szöveg, ez amire az előbb is idéztem, Bhagavad Gita, tiszta híveim gondolatai bennem lakoznak. Életüket nekem ajánlották fel. Nagy örömöt, elégedettséget élveznek ők, amikor felvilágosítják egymást, és rólam társalognak. Tehát itt arról beszél a szöveg, ha értelmezted, és szerintem ezt nyugodtan, vagy szépen tudod értelmezni bibliai aspektusból is, hiszen itt arról van szó, hogy akik tiszta hívek, tehát akik az igazság, vagy az Isten, mindegy, hogyan nevezzük, most te nevezheted Istennek, vagy nevezheted Jahuának, nevezheted bármilyen Visnónak, akárminek, én azt mondom, hogy a tiszta hívő az, aki belül a szívében, a lelkében Istenben lakozik. Most az Istenben lakozás, hogy mit jelent, amit Jézus is mondta, hogy Isten lakik én bennem, én meg Istenben. Hogy életüket nekem ajánlották fel. Tehát, hogy az egész életedet te is felteszed a szentírások tanulmányozására arról, hogy rólam társalognak, tehát, hogy Istenről társalognak, mindegy, hogy kivel, most például velem társalogsz róla, és amikor egymást felvilágosítják a saját nézőpontjukból, én nem mondom azt, hogy az abszolút igazság nálam van, hanem azt állítom, amit a bölcsek is mindig állítottak, hogy én csak látom valahogy az igazságot, és te is látod valahogy az igazságot. Az, hogy most hogy látjuk az igazságot, melyik nézőpontból, az nyilván sok minden eldöntötte, mondjuk a te esetedben az, hogy megismerted a Bibliát, az én esetemben az, hogy megismertem például mondjuk a tantrákat, vagy a védákat is. Többek között, persze mindegyiket megismertem, de most konkrétan ugye kérdezted, hogy mi mellett foglaltam állást, ez a transgresszív szakralitás, ami az északi saiva, kasmíri saiva rendszernek az egyik ős tradícióját jelenti, ezt úgy hívták, hogy kaula, ami annyit jelent, hogy tökéletesség, tehát a tökéletességre való törekvésből állt ez az egész, és mivel tökéletes, ezért ezt kezdtem el én igazából kutatni, és ebből indultam ki, és ugyanúgy vissza tudok csatolni akár a Biblia írásai, hiszen a Bibliát is ugyanúgy hagyományként fogadom el, hogy mondtam az elején, tehát az egérlábnyom ugyanúgy beletartozik az én elefántnyomomba, tehát ez nem különálló, vagy nem
nem de, idegen, de vagy így, ellenség. Aha. Jó, akkor most megint, akkor, hogy csak értsem ezt az egészet. Igen. Én még mindig azt próbálom elmagyarázni, hogy igen, olyan létezik, amiről beszélsz, hogyha a lábnyomok kellőképpen kicsik. Ugyanis ha a lábnyomok kellőképpen kicsik, akkor mondhatom azt, hogy egyikben sem nyilatkoztatott még ki olyat, amivel kizárná a másikat, vagy számos másikat. De mára a kis lábnyomok akkorák lettek, hogy nem mondhatom azt, hogy a kereszténység, meg, nem is kell, hogy a hinduizmus belevegyük. A kereszténység és az iszlám kölcsönösen kizárják egymást. Nem lehet igaz mind a kettő. Azért nem lehet igaz mind a kettő, mert ha létezik egy igazság, akkor annak nem mondhat ellent egyik sem úgy, hogy mégis igazság legyen. De a kettő sajnos ellentmond egymásnak, ami azt jelenti, hogy nem lehet mindkettő igaz, mert nem tudnak beleférni a nagy lábnyomba. Mondok erre egy példát, és aztán talán egyszerűbb lesz megérteni. A kereszténység azt mondja, hogy Jézus Isten egyik személye, teljesen Isten, itt a Földön inkarnálódott emberi testben, teljesen Isten, teljesen ember. Az iszlám ezzel szemben azt mondja, hogy nem Isten Jézus, hanem csak egy ember, akit elhívott Isten, mint egy messiah vagy egy felkent, aki valóban messiás, valóban szűztől született, de nem Isten, és nem is Isten szava. Szóval a kettő együtt nem lehet igaz, mert az egyik ellentéte annak, amit a másik állít. Szóval hogyan lépünk túl ezen? Ez a kérdés. Jó. Hát jó, ezt kéne tényleg megpróbálnunk, mert akkor tényleg egy nagy áttörés lesz. Hát ez itt... lehet az a helyzet, hogy ez egy olyan csomó, amit nem tudsz feloldani. De mi, hát mi a válaszod erre? Mert ilyet tudok mondani a hinduizmusban is. Azt, hogy a bordiszi csomót is át lehetett vágni, tehát ezt is meg lehet próbálni. De az nem tehát... a megoldása lett annak. Jó, hát akkor keresünk megoldást. Én úgy gondolom... De mi, szerinted hogy, mi a megoldás erre? Ez, hogy megértsük pontosan, mit jelent az, hogy proféta vagy látnok, és hogy mi az a kinyilatkoztatás, és mi az értelme, vagy a fontossága ennek, mármint, hogy kinyilatkoztatás, mert a legtöbb ember számára ez semmit nem jelent, hogy kinyilatkoztatás, sőt, az se jelent a legtöbb ember számára semmit, hogy Isten. Tehát itt azt kell meglátnunk, hogyha vannak olyan személyek, mármint most emberek között nyilván, akik különböző képességeket kapnak Istentől, tehát kegyelmi ajándékokat így is lehet kifejezni, akkor vannak olyan proféták, akik például látják az álmot, ilyen például mondjuk József, mondjuk a Bibliában. Azt mondja a Jeremiás könyve is, hogy a proféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet. Tehát, hogy itt erről van szó, hogy a proféta arról ismertetik meg, hogy tehát különböző formátumai vannak, ahogy látod a profétának, tehát álomlátó, tehát vagy jövendőmondó, de ezek ilyen spiritista dolgok is ide tartoznak, ugye az álomlátó, az valami spiritista jellegű dolog, akinél pedig az én igém van. Na ez a lényegesebb. Az én igémet beszélje igazán, tehát hogy az igazságról, az én igémről beszéljen, akinél ott van az igém. Tehát ezt nevezzük profétának. És azért mondtam, amikor először beszélgettünk, vagy találkoztunk, vagy hát így először beszéltünk, hogy én téged profétának látlak ilyen értelemben, hogy az Isten igéjéről beszélsz, és annak a mélységeit tárod fel a te látásmódod szerint, mivel te is látod valahogy az igazságot, és ez egy képesség, ahogy elmondtam, és ez a képesség csak az Úrtól jöhet. Nyilván... Nem biztos. Hát nem biztos, de van egy ilyen mondat... Na ez a lényeg, hogy honnan voltam. Tudod, hogy ez tőle jön, ha egyszer ez ellent mond annak, amit te mondasz. Azért, mert az én tapasztalataim is ezt mondják. De mi is azt csinál? És ahogy mondtam, elsősorban tapasztalat az, ami feltárja az igazságot, a többi
mellé társul, tehát a szentírások azért vannak, hogy megerősítsék a látnokot, vagy a prófétát, mert ha nincs szentírás, akkor a próféta nem tud mire hivatkozni. Ez nagyon fontos, hogy legyen kinyilatkoztatás, és az Isten beszédeként legyen ott. Azt mondja például, hogy Jézusról beszéltél, és igazából Jézus nem pillanat, volt elismerő. Pillanat, bocsánat, mielőtt rátérünk Jézusra. Még egyszer, nézd, te látod azt a dilemmát, amivel én küzdök, amit felvetettem most már számos alkalommal azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet az, hogy ellentmond egymásnak két nézet, tradíció, és mégis hát igaznak mondjuk mind a kettőt. Ezt érted? Mert két nézőpont. De nem lehet, hát nézd, akkor jó, akkor megpróbálom egy analóg. Pillanat. Csak hagyd próbáljam meg. Szóval tegyük fel az igazság hasonlatos valamihez, amit tanúsítani kell, amit ugye a mártír az maga erről szól, a mártír, hogy tanúskodik az igazság mellett. Tegyük fel, látok egy balesetet, és azt mondom a rendőrnek, hogy igen, én láttam, és mellettem áll egy másik ember, és azt mondja, hogy igen, biztos úr, én is láttam. És én azt mondom, hogy a sárga autó nem adta meg az elsőbséget, hanem kifordult az útra, és a piros nekiütközött. A másik ember meg azt mondja, hogy én meg azt láttam, hogy a piros nem adta meg az elsőbséget, és a sárga meg nekiütközött. Azt fogja mondani a rendőr, hogy értem, ez az igazságnak két külön perspektívája meg aspektusa, mind a kettő igaz lehet? Nem. Ahogy egy nyomozó is azt fogja nézni, a tanukat kihallgatja, és ha ellent mondanak egymásnak a tanuk, akkor is van egy koherens, hogy is mondjam, vádlata annak, hogy mi is volt igazából. Nem, ez nem igaz. Hát az a lényeg, hogy ellent mondanak, hogy nem koherens. A koherens az, ami a valósággal egybe cseng. De ez értem, nem lehet. De te most a hamis tanúról beszéltél, és az igaz tanúról. Mert arra alkalmas ez a példa. Hát ugyanúgy, ahogy az egyik vallás hamisan tanúskodik Istenről, hisz mást állít róla, mint a másik. Én ezt akartam mondani. Nem azt akarom mondani, hogy valamelyik hamis, vagy a tied a hamis. Én csak egy analógiát próbáltam biztosítani erre. Nem is biztos, hogy szándékosan hazudnak a tanuk. Lehet, hogy az egyik színvak, és rosszul látta, de az mindegy. Amit mondani akarok, az az, hogy a két bizonyság, mint ahogy a két vallás, mert a vallás lényegében nem más, mint egy bizonyság, az úgymond Isten kinyilatkoztatott igazságára nézvést, amit ő átadott az állítólagos prófétáinak, ami egy bizonyság. De ha az egyik próféta azt mondja, hogy nem, Jézus az Isten, aki testben megjelent, a másik meg azt mondja, hogy igen, Jézus az egy ember és nem Isten, akkor az azt jelenti, hogy ugyanazt az esetet két ember különbözőképpen írja le. Én ezt akarom, hogy... De akkor ez nem lehet mindkettő igaz? Most ez olyan, én is adnom egy példát. Ha most van egy háromszög felfestve mondjuk a padlóra, és te állsz az egyik oldalon, én veled szemben. Én a háromszöget lefele mutató háromszögnek látom, te meg egy fölfele mutató háromszögnek látod, teljesen ütközik a két nézőpont, és veszekedhetünk emiatt, hogy most kinek van igaza, mert egyiküknek akkor nincs igaza. Ha nekem igazam van, akkor neked nem lehet, vagy fordítva, ha neked van, akkor nekem nem lehet. Én erre mondtam, hogy mind a kettőknek igaza van a saját nézőpontjából. De az eset, amivel szembenézünk, az nem analógiája annak, amit te mondasz. Annak az lenne az analógiája, hogyha az egyik azt mondaná, hogy ez egy kör, a másik meg azt mondaná, hogy ez egy háromszög. De a mi esetünkben nem az van, hogy az egyik azt mondja, hogy nem, Jézus az 100%-ig Isten és 100%-ig ember, a másik meg azt mondja, hogy nem, Jézus az 100%-ig ember és 100%-ig Isten, hanem homlok egyenest ellenkezőjét mondják. Szóval, amit mondtál példa, az nem tükrözi hűen a helyzetet, amivel mi szembenézünk. Értem. Na most én itt igazából, amiről nagyon de ez egy nézd, én nem stresszelném annyira az igazság kérdését, ha nem gondolnám, hogy az fontos. Értem. Számomra is ez a fontos. Azért szeretném, akkor most pár idézetet még felolvasnák. Rendben. A Korintus levél, Péter levél, mert ezekből kerestem inkább bibliai témákat. Nézhetjük azt is, persze. Azért mondtam, vagy azért kerestem, mivel te ezt jobban is de ezt a dolgot, amit most kérdeztem, ezzel kapcsolatban.
Ezt meg fogja válaszolni? Ezt meg fogja válaszolni az idézet, vagy nem? Hát remélem. Remélem. Jó, oké, szóval... Hát, olvasom, okay. És akkor eldöntött, hogy meg vagy nem. Hát nem, meglátjuk, hogy nekem megválaszolja, mert hogy az úgy van, az egy dolog. De... Oké, okay, nézd. Jó, hát 1 Korintus 14.32-vel kezdem, és a proféta lelkek engednek a profétáknak. Ez szerintem egy nagyon fontos témakör. Tehát aki proféta, az enged a másik profétának, tehát felismeri a másikban is a profétát, aki valóban profétál, tehát akinél az Isten igéje van, azt felismeri az ő első profétai képességében. Na most, Korintusi levél 14.37, ha valaki azt hiszi, hogy ő proféta, vagy lelki ajándék részese, az vegye eszébe, amiket néktek írok, az Úr rendeletei azok. Tehát, azt mondja 2. Péter 1.19, és igen biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kér fel szívetekben. 2. Péter 1.20. Tudván először azt, hogy az írásban egy profétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak mert sok hamis proféta jött ki a világba. És sok hamis proféta támad, ez már Máté Evangélium 24.11, és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Tehát, most összefoglalom, ami miatt ezt felolvastam. Tehát hamis proféták, azok olyan emberek, ez egy definíció, katolikus definíció egyébként, a hamis proféták olyan emberek, akik magukat profétának vallják, de valójában nem azok, mivel a proféták az általuk mondott proféciáért ellenszolgáltatást kaptak, többen közülük a nyereség vágy vezérelt jobban, mint az igazság szeretete. Ezek a business guruk ugye Indiában, vagy business proféták, az ilyeneket pseudoprofétáinak, vagy hamis profétának, vagy álprofétának nevezzük, ezt a kifejezést az Ószövetség eredeti nyelve nem használja, és ezeket is profétának mondja, például Jeremiás 28-ban, hogy a maguk gondolatait profétálják, így hazugságot profétálnak az Úr nevében, különösen azért kell vigyázni, mert külsőleg nem ismerhetők fel, és ráadásul sokan dicsérik őket. Tehát ahogy látjuk, ezek híresek, elismert emberek, akik mindig is azt hirdették, amit a hatalmasok vártak tőlük. Most innentől fogva áttérünk egy picit olyan okkultabb területre, hiszen itt az okkultizmusból ismert, szervezett, kollektív tudatról van szó, amit ugye egregórának is neveznek. Ez egy szervezet, még egyszer mondom, szervezett, kollektív tudat. Ez lehet szervezett vallás, többek között, most nem akarok itt példákat mondani, mert senki nem akarok megsérteni. Nézd, azt mondod itt az idézetekben, amiket megnéztünk. Nem. 31, a proféta lelkek engednek a profétáknak. Most ebben nem is megyek bele, mert a következő talán érdekesebb volt. Ha valaki azt hiszi, hogy ő proféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket nektek írok, azok Jahuának a rendeletei, vagy az Úr rendeletei. Honnan tudjam, hogy Saul igazat mondott, mikor ezt írta, hogy azok, amiket ő írt, azok valóban az Úrnak a rendeletei? Nyilván, hogy ha nincs erről tapasztalata valakinek, akkor csak hinni tud benne. Tehát a hit nem, az, nem. Ami... Én most olvasom ezt. Egyáltalán miért fogadod el te azt, amit olvasol itt? Hogy amiket nektek írok, azok az Úr rendeletei, hisz ezt mondhatja akárki is. Persze, de én ezt elfogadom azért, mert ha a profétasággal, illetve a látnokisággal van kapcsolatban, akkor ez nem lehet máshonnan. Hát de hogy ne lehetne? Hát van egy csomó ember, aki azt mondja, hogy neki Isten megmutatta azt. Igen, de hogy nem. Na most, tudom, hogy miről beszélsz, és egy pillanat, és akkor mondom erre is a választ, mert... De várjál, szóval érted, amit akarok mondani? Hogy nem alapozhatok, arra nem, és ha megértetted a Bibliát, sőt, te magad mondtad, hogy Jézus, mikor mondta azoknak az embereknek, hogy higgyék el, hogy ő az akármi, azok az emberek is összevetették az írásokkal. Ez így működik a Biblia. A 2. Péter, ami írja, azt írja, hogy és igen biztos nálunk a profétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Minek figyeljek rá? Csak azért, mert úgy érzem, hogy figyelnem kell rá. Van egy csomó ember, például a muszlimok,
akik nem érzik úgy, hogy ők, nekik Péterre figyelniük kellene. Ami azt jelenti, hogy nem lehet igaz, hogyha valaki úgy gondolja, valaki pedig nem ugyanarról a dologról. Tehát azt akarom, hogy nem igaz mind a két fél számára, így akarom mondani. Szóval nem jöhet egy helyről, mivel az egyik fél elfogadja, míg azt állítjuk, hogy annak is rendelkezésére áll ez a prófétaságnak a lelke. Miért nem érzi ő is úgy, hogy igen, ez az igazság? Na most, én erre azt tudom válaszolni, hogy ez egy olyan képesség, amiről beszéltem, tehát a látnokiság, egy olyan képesség, ami csak az igazán fejlett igazságkeresők esetében aktív. Tehát ez azt jelenti, hogy még mások is képesek látomásokat tapasztalni, hogy mondod, tehát szubjektív élményekbe részt vehetnek, de az még nem nevezhető ilyen képességnek vagy cidinek, akkor sem, ha kifejezetten misztikus formát ölt, akkor sem, hiszen rengeteg spiritista van meg ilyen New Age-es. A legtöbb látó ember tapasztalhat ugyan ilyen misztikus víziókat, de ez többnyire nyers, kiforratlan zagyvaság formát ölti. Egy szóval hasznavehetetlen ilyen téren, ha metafizikailag próbálom értelmezni, és az éretlen lelkek azok, akik csak ezeket komolyan tudják venni. Tehát ezek az a misztikus zagyva látomásokat. Te azt mondod, hogy te rendelkezel ezzel, meg én is, ennek igen, ellenére igen. Mi nem ugyanazokra... Vannak páron. Vannak még páron. Én úgy gondolom, még vannak páron abszolút, az országban. Én is arra gondoltam, hogy mi ketten vagyunk a világon. Csak azt akarom mondani, hogy te meg én rendelkezünk ezzel, legalábbis te ezt mondod, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. De különböző következtetésekre jutottunk, és nem is lehet a kettőt összehasonlítani annyira különböző. Érted? Csak egy ilyen távoli párhuzamot lehet húzni a kettő közt, hogy mind a két ember Istent keresi, meg mind a két ember az igazságot keresi, de azon kívül szinte semmilyen hasonlóság nincs abban, ahogy gondolkodunk, vagy ahogy élünk, arról nem is beszélve. Szóval, én ezt akarom mondani, hogy ebből én azt a következtetést vonom le, meg szerintem minden logikusan gondolkodó, hogy mind a kettő nem jöhet ugyanattól a forrástól. Uh-huh. De érthető, amit akarok mondani? Értem. Nem arra akarok kiukadni. Nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, vagy ki látja jól. Én pusztán azt akarom mondani, ha két különböző állítás elhangzik ugyanarról a dologról, ami egymást kizárja, akkor az nem lehet mindkettő igaz. Mindkettő lehet téves, de mindkettő nem lehet igaz, mert egy dolog nem lehet ellentmondásos, különben logikailag nem lehetne elfogadni. Jó, akkor nézzünk egy közös pontot, és akkor meglátjuk, hogy mennyire lehet ezt egyeztetni, mennyire nem. Jó. Eljutottunk az egregórákig, tehát a szervezet kollektív tudatig, illetve a hamis profétákat kapcsolja össze ugye ezzel a szervezet tudattal, vagy, tehát kollektíváról van szó, és ezt, erről te is szoktál beszélni, hogy az, ami tömeges szinten jelenik meg, az nem lehet igaz. Mert ahogy Jézus is mondja, hogy a széles úton sok ember jár, és az mind a pokolba vezető úton jár, míg a kevesek azok, akik a keskeny úton járnak ugyan, de mégis az igazságot találják meg. Tehát ez a szervezett kollektivitás, vagy kollektív tudat, ami a széles úton jár, az mindig a pokolba vezet. Tehát ezzel szerintem egyetértünk, mind a ketten, ugye? Ezzel a ponttal. A többség általában téved, a legtöbb esetben téved. Na, ezt szerettem volna hallani, tehát én is erre így gondolom. Na, tehát a második dolog, azt mondja a szöveg, hogy az oszövetségi bizonyságtétel szerint a hamis proféták rászedik az embereket, tehát szándékosan, mivel hazug lélek, vagyis ez az egregóra, ez a szervezett kollektív tudat szólal meg általuk. Tehát félrevezetik a népet, az egy királyok 22-19-22-ig van, amit te szoktál mondani erre egy angol eredetű vándorszót, a hoaxot, aminek a jelentését megnéztem, beugratás, megtévesztés, átverés, álhír, kacsa,
leggyakrabban az e-mailben terjedő álhírek, kacsalánclevelek különféle változatait jelöli, bár az átverés gyakran kiegészül honlapokkal, illetve nem ritkán az írott sajtó vagy tévés hajlamos ezt átvenni. Ebbe egyetértünk-e? Igen. Na, tehát akkor így most megpróbáltam bebizonyítani, hogy csak két pontban, hogy igenis egyformán gondolkodunk dolgokról, attól függetlenül, nem, hogy nem, vallás... Erről a dologról egyformán gondolkodunk, amit most... Hát miért nem ez az igazság? Ez ide kellene most akkor átugranunk, hogy mi is az igazság valójában, de arról azt nem fogalmaztad meg, hogy mi az igazság. Nézd, arról nem volt szó, hogy nincsenek dolgok, amikben egyetértünk. A kérdés az, hogy a dolgok, amik Istenről igazak, azokban hol találkozik a kettőnknek a nézete. És egyelőre úgy tűnik, hogy nem az nagyon kevés helyen, ami nem probléma, mert nem muszáj mindenkinek úgy gondolkodni Istenről, ahogy én. Csak azt akarom mondani, hogy minthogyha az, amit te felvázolnál vele kapcsolatban, az egy ilyen, az egy spirituális, megfoghatatlan, körülhatárolatlan dolog lenne, amit az ember az intuíciójával érez ki, valamiféle spirituálisból érkező sugalmakra. Míg amit én mondok, az az, hogy igen, része az, hogy ő vezet minket az ő lelke által, ugyanakkor van egy olyan aspektusa is, ami le van írva a Bibliában fizikálisan, és ahhoz én mindig megyek, hogy azt, amit érzek, vagy sugalmazni vélek, vagy úgy gondolom, hogy nekem az sugalmazta, az igaz-e, vagy sem. Érthető? Én mindent összevetek a Bibliával, nem pedig csak elfogadom, hogy az, mert én úgy érzem. Hát én is összevettem a szentírásokkal minden egyes dolgot, minden egyes tanítást megvizsgálok a szentírások fényében. Most persze abban különbözünk, ahogy mondod, hogy más szentírást használunk. Na, de az fontos. Tehát, hogy én olyan kinyilatkozásokat használok, amik metafizikailag, tehát a látnokok metafizikai aspektusaiban íródtak meg, és ez a különbség például a proféták és látnokok között, ezt is kiírtam ide magamnak, hogy általános értelemben a látnok vagy proféta olyan személy, aki kapcsolatba lép az isteni lénnyel, majd annak nevében beszél, és közvetítőként szolgál az emberiség számára azáltal, hogy üzeneteket vagy tanításokat közvetít egy természet feletti forrásból. Tehát ilyen értelemben ez nagyon fontos most ez a definíció, mert erről beszéltünk végig. Második, a Bibliában olyan látó vagy látnok, akihez akkor fordultak az emberek, ha Istent akarták valami felől megkérdezni. Ez a második definíció. Tehát a proféták tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a zsidóknál és az iszlám vallásban egy olyan embert jelent, aki szónok, tehát szónokot is értettek rajta, aki Istentől ihletve beszélt, és a hinduizmusban pedig Rishi vagy látó néven ismerték, de a proféta az az ábrahámi vallásokban, vagy a könyvnépeinél nem pusztán látnokot jelent, hanem olyan szemét, aki isteni törvényt ad a nép számára, vagyis kevéssé szól a transzcendenciáról, sokkal inkább darmikus vezető és politikus. Tehát, hogy itt inkább társadalmi szempontokból beszél a proféta, a néphez szól nyilván, mivel ez egy társadalmi dolog, a népnek a profétája. Most jelen esetben mondjuk, ha itt a Jeremiás, vagy ezeket a profétákat nézzük, akkor ugye ők a zsidó népnek a profétái, és a zsidó népet irányítják, vagy vezetik Isten, úgymond Isten törvényei szerint, vagy kinyilatkozás szerint, és ugyanúgy Indiában is megvannak ezek a látnokok, Manu például, Manu törvény. Hogy lehet az? Hogy lehetséges az, hogy Manu, illetve a Dharma, azt hiszem azt említetted, ami lényegében egyfajta törvény. Hindu törvényrendszer. Dharma, ugye? Igen, isteni törvény. Isteni igazából. Törvényrendszer. Hogy lehet, hogy az különbözik a Tórától, mégis azt mondjuk rá, hogy mind a kettő igaz? Azért, mert ahogy mondtam, itt különböző szintek vannak. Tehát ezt nehéz így elmagyarázni, de az isteni kinyilatkoztatásnak szintjei vannak. Különböző dimenziókban, különböző szinteken jelenik meg az isteni kinyilatkoztatás,
vannak magasabb szintű kinyilatkoztatások, alacsonyabb és még alacsonyabb, és annál is alacsonyabb szintűek. Most ez attól függ, hogy az ember milyen tudatszinttel, vagy milyen kapacitással rendelkezik, mit tud befogadni ezekből, és az Isten, mivel nem akar mindenkit kizárni, vagy nem csak egy népet akar üdvözíteni, hanem mindenkit üdvözíteni akar, hiszen az emberiség... De, ha mindenkit üdvöz, értem, amit mondasz, és talán ez egy... Most úgy értem, emberiség, mint idézőjel emberiség. Jézus is azt mondta, az emberiség miatt áldozza fel magát, tehát nem egy nép érdekében áldozza. Nézd, amit most próbálsz mondani ezzel kapcsolatban, arra azt kell, hogy mondjam, hogy még elfogadható is lenne első ránézésre, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a biblikus látásmód az egy egyszerűbb verziója annak, ami a hinduizmusban tapasztalható, és akkor az egy összetettebb azért, mert azon a területen az emberek spirituálisan fejlettebbek, és akkor ez ezért van. Sőt, hogyha megyünk mondjuk Észak-Amerikába, az eszkimókhoz, vagy Dél-Amerikába, a majákhoz, vagy mit tudom én, akkor ott másként nyilatkoztattak ki, mert ott más szinten voltak, stb. De akkor se tudjuk azt feloldani, hogy ezek a dolgok egy számos ponton egymásnak ellent mondanak. Lehet, igen, de nem az ellentmondásokban van az, ami a profétaság. De várjál, az, amiről beszélsz, az olyan lenne, mint ahogyan felépül az oktatási rendszer, hogy óvodában elkezdik az emberek tanulni, hogy hogy kell számolni, primitív módon, arra ráépül a következő, az általános iskola alsó, utána a felső, a gimnázium, majd a felsőoktatás. De nem ez van, hanem egymásnak ellentmondó információkat oszt meg a különböző vallás. Olyan, mintha azt tanítanám alsóban, hogy 2 + 2 = 4, felsőben meg azt tanítanám, hogy 3 + 3 = 7. Érthető? Ez a probléma, szóval nem tudod azzal magyarázni szerintem, hogy más fejlettségi szinten vannak az emberek különböző területeken vagy időben, hiszen az információ, amit állítólag Istentől kapnak, ellentmond annak, amit egy másik régióban Isten magáról kinyilatkoztat, ami lehetetlen az igazság esetében, hisz az igazságban nem lehet ellentmondás, különösen nem olyan ellentmondás, ami kizárja a másikat, amit nem lehet feloldani. De ebben egyetértünk? Ebben egyetértünk, hogy a hinduizmus kizárja azt, hogy a biblikus látásmód is, tehát az nem azonos azzal, sőt, számos dologban egy ellentmond. Ebben egyetértünk? Igen, egyetértünk. Ezért mondtam az elején, hogy minden vallási nézőpontot félre kell tennünk, hogy az igazságot keressük. Tehát ez egy magasabb rendű kutatás. Csak honnan nem fogjuk tudni, hogy amit találunk, az az igazság, ha nincsen referencia, amihez mérnénk? De van referencia, ezt mondtam az elején, hogy ez a prófétai elhívás. Ez az elragadtatás, ami a referenciája, mint tapasztalás elsőrendűen, és utána a kinyilatkoztatás, ami ahhoz párosul vagy társul. Ezt nehéz így elmondani, amit érzel, dolgokról. Amit érzel belül. Nem érzel, hanem ezt úgy mondják egyetemes körökben, úgymond, hogy misztikus élményből fakadóan átszivárog neked az igazság érzete, vagy nem is érzete, hanem az igazságra való rálátás képessége átszivárog neked, ha te egy ilyen transzélményből, vagy elragadtatott élményből visszajössz ide, ahogy mondjuk János apostol is visszajön, meg a többi próféta is. De János apostolnak más szivárgott át a transzcendens élményből, mint neked. Szóval nem mindegy. Igen, nem ezt akarom elmagyarázni, hogy nem mindegy, mert hogyha az igazság a forrás, és tudom, csak én azt akarom, hogy megpróbálni mindent annak érdekében, hogy megértsem azt, amit mondasz. Jánosnak más szivárgott át, ő neki más volt az igazság, mint amiről te beszélsz. Ő azt mondta, hogy le van írva a Tanákhban, hogy mi az igazság. Nem azt mondta, hogy minden vallásban találsz magadnak igazságot, azt a gnosztikusok mondták, vagy minden tradícióban, vagy csak hallgass a szívedre. Ezeket ő nem mondta. Tehát számára más nyilatkoztatott ki Isten, mint amit számodra. Az igazságról és a kettő nem azonos. Én ezt mondom. Értem, de ezt elmondta, hogy miért nem. De nem lehet egyrészt magyarázat azért, erre, csak az, hogy valaki téved. Azért, nem tévedés, hanem egyrészt azért, mert az embereknek különböző tudatszintje van. Különböző megértési szintje,
különböző képzettsége, műveltsége, stb. Stb. És eltéréseket, vagy torzulásokat ez okozza. Ugyanakkor, amit felolvastam Jeremiásból, hogy a proféta, aki álomlátó, az beszéljen álmot, aki pedig az igén van, az beszéljen az égén igémet. Tehát ez nem ellentmondás, tehát ha valaki azt mondja álomlátó, egyik álomlátó, másik az igét hirdeti, akkor még mind a kettő proféta. De az ő igéje a Biblia, nem pedig a szutra, meg a mit tudom én mi. Érted? Amikor igen. Jeremiást idézed, hogy értem. Az én igém legyen nála, ő nem arra gondol, hogy az ő igéje az minden, amit mi szent iratnak veszünk, ő arra gondol, hogy az ő igéje az, amit az ő saját profétáin kijelentett a Tanáhban, majd később a messiási iratokban, illetve a levelekben. Ő így érti ezt, szóval ő nem arra gondolt, hogy ha te azt hiszed, hogy a Korán az a szentírás, akkor menjél, azt nézed azt. Nem, ő azt mondta, hogy ez az ő, tehát amikor azt mondod te, hogy az ő szavát szólja, akkor ez a szó, amire gondolt, nem minden szó, amire te azt gondolod, hogy tőle jön. És honnan is tudhatnád, hogy az tőle jön, ha nem tudod leellenőrizni? Dehogy nem, hát pont erről beszéltem, ehhez kell a tapasztalás. De tehát, az nincs nem lehet nem releváns. Tehát a te tapasztalatod, meg a te intuíciód, az nem lehet az, hiszen az lehetőséget adna arra, ami ma van, hogy mindenki, aki hisz, azt mondja, hogy az az igazság. De senki nem tud oda mutatni egy helyre, hogy ezért az az igazság, mert ez itt van. Értem, de most ugye én ezzel kezdtem el az elején, hogy a Bibliában is megemlítik, hogy Bábel előtt egyetlen egy igazság, egyetlen egy nyelv, egyetlen egy tudás van. Én ebből indulok ki. De most is az van. Az ős hagyományból. Ami ebből fakadt, később Isten összekavarta a nyelveket, összekavarta a tudást, mindent, tehát hogy így alakultak ki ez a sokféle ellentmondás, amiről te is beszélsz, és én nyilván értem, hogy miért mondod ezeket, hogy nem illik össze. Persze, hogy nem illik össze, hiszen ezek torzulások, mind az összes vallás torzulás ilyen értelemben, tehát vissza kell térnünk az ős hagyományhoz, az eredetihez, ami honnan egy volt. Honnan tudjuk, hogy mi az? Hát a kinyilatkoztatásból. De mi az? Hol van kinyilatkoztatva? Hol van kinyilatkoztatva? Még egyszer. Tehát először is ki van nyilatkoztatva a Védákban, ki van nyilatkoztatva a tantrikus szentiratokban, de szerintem nincs. Ki van nyilatkoztatva a Bibliában. Nem, én pont ezt állítom, hogy ez nem lehet így, hiszen ezek az írások ellentmondanak egymásnak. De várjál, ismered teljes mértékben a Védákat és a tantrákat úgy például, ahogy én? Nem kell, hogy ismerjem, mert tudom, hogy nem azt hiszem. Nem tudhatod, ha nem ismered. De mindjárt ha meghallgatod, hogy mit akarok mondani, akkor lehet, hogy megérted, hogy miből gondolom, hogy tudom. Jó? Szóval igen, tudom, szerintem. Hogy nem, mert a Védák könyve sem, meg a másik, amiről beszélsz, nem beszél arról, hogy disznót enni tilos. Hogy a sabbat... Hát nem is ez a lényege. De ne, a szerinted nem ez a lényege. Én azt akarom mondani, hogy a Bibliában az le van írva, hogy a sabbat, a hetedik nap, az egy nagyon fontos dolog, ami nincs a Védákban leírva. Szóval a kettő nem ért egyet. Nem kell, hogy ismerjem a Védákat, mert, hogy tudjam. Igen, mert egyrészt más népről beszélünk, két ellentétes népről beszélünk. De az igazságról beszélünk. De ezek szokások, hogy ki mit eszik. Nem így van, de a Biblia nem így beszél. Nézd, hagyj olvassak már fel egy sort. Jó. És akkor megnézzük, hogy te mit gondolsz erről. Jó. Azt mondja, hogy így szól az Úr Mózesnek. Szólj Izrael fiainak, mondd meg nekik az Úrnak az ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésre kell összegyülekeznetek. 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon a nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek, az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. Szóval? Igen. Na most egy kérdésem lenne akkor ehhez, hogyha Isten mindenható, már pedig én azt gondolom, hogy igen az, de ha Isten mindenható, hogyan lehet az, hogy 6 napig dolgozik, és 7. nap megpihent, tehát miért van szüksége, hogy neki pihenés elfárad? Ezt nem hogyan mondta, hogy miért van szüksége pihenésre, csak azt mondta, hogy... Nem, ez csak kérdés most. Ja. Ez most egy kérdés pont. Nem azt mondta, hogy pihenésre van szüksége, arról ír, hogy a 7. napon megszűnt dolgozni. Nem arról van szó, hogy le kellett ülni, mert elfáradt, hanem arról volt... Hát ez kérdés. De nem is mondta, hogy elfáradt.
Jó, értem, csak általában akkor szoktak pihenni, vagy leülni, akkor elfáradnak. De nem pihen, munkó... arról nincs szó, hogy pihent. De pihenő napnak van meghatározva általában. Nem, ez nem így van. A szombat az egy nap, amikor megszűnik az ember dolgozni. Hát az pihenés. Nem, az két külön dolog. A pihenés az azt jelenti, hogy elfáradtam és megpihenek. A megszűnök dolgozni, az ő esetében pedig azt jelentette, hogy végre megállt és gyönyörködött abban, amit csinált, mert befejezte. Nem azt jelenti, hogy elfáradt, de nem is írja az írás, hogy elfáradt, azt mondja, hogy megszűnt a hetedik napon minden munkájától. Jó, oké. Csak érted a különbséget? És ez megelőzi a bábeli történetet, szóval ha te elfogadod a bábeli történetet, feltételezem, hogy elfogadod ezt is. Ennek nincs köze a zsidókhoz. Ez a teremtés, a világ teremtése. Ez már egyetemes. Itt ebben az aspektusban egyet tudunk érteni, mert ez egyetemes. Akkor hogy lehet, hogy a védák nem egyetemesként értékeli ezt a törvényt? Én erre mondtam. A védákban ugyanúgy szerepel a teremtésnek ez a hét szakasza, ugyanakkor szerepel többek között az özönvíz története is, ugyanúgy szerepel még különböző olyan történetek, nem tudom mindent felsorolni, de nagyon sokan történet, ami a Bibliában megjelenik, például a Jónás Cethal esete szintén jelen van a védákban, sőt, Bibliát megelőzve vannak jelen ezek a történetek, hiszen a Biblia kora, mondjuk így megítél, hogy 3500 éves, most durván mondtam, nem számítottam pontosan ki, de a védák pedig időtlenek, mondják, hogy körülbelül 12 000 évvel ezelőtt kezdték el lejegyezni, de ez is csak egy hozzávetőleges. Jó, akkor itt van a következő probléma. A Biblia szerint a Föld nincs is 12 000 éves. Na most itt a védák szerint meg pontosan megvolt ez, mikor teremtették a világot, és nem csak egyszer, hanem többször is megteremtették. Na ezt mondom, hogy ezek ellent mondanak egymásnak, szóval nem jöhetnek ugyanattól a forrástól. De miért? Ha most a Biblia egy szakaszt emel csak ki a teremtések sorozatából, akkor nyilván igaza van, mert egyetlen egy teremtésről beszél, már azt a szakaszt világítja meg. Nem egyetlen, nem egyet ragadt ki, hanem egy volt. Jó, de ez hit kérdése már. Ez nem hit kérdése, hanem az írásoknak a logikája ez diktálja. De értem, a Biblia, ha csak a Bibliát veszük egyedül... Ezt mondom, akkor egyetértünk, hogy a többi ellent mond ennek. Akkor így mutatkozik ez az aspektus. Nem így mutatkozik, hanem ellent mond neki. Nincs aspektusa. A Biblia szerint nem lehet több teremtés, hisz Jézus a megváltó nem jöhet el minden teremtéssel, és lehet Isten szava a Földön, különben az többször az ismétlődne az az áldozat ilyen teremtésről teremtésre. Igen, de most ha megnézed, igenis van következő teremtés, és beszél a Biblia is erről, hogy új teremtés, újjá teszek mindent, újra teremtek, miután megújítja. Az egész folyamat lezajlik, újjá teremt, így fogalmaz egész pontosan. Én megmondom neked, hogy hogy van, én ismerem egy Ézsaiás 66-os fejezetet, azt mondja, hogy így van, hogy újszerű, új vagy friss, kadás. Az egy másik teremtés. Nem, az nem, egy nem újszerű. Azt mondja, hogy újszerű lesz. Megújítja az egész. De nem ez. De nem ez az egyetlen. Ezért van, nem ez az egyetlen teremtés, ami most van, hanem még lesz ezen kívül. Nem, az ennek a megújítása lesz. Az nem egy teljesen új lesz. Az olyan, mint amikor a hold megújul hónapról hónapra. Nem lesz egy új hold, hanem ugyanaz a hold megújul. Ugyanígy lesz a teremtés is. Nem arról van szó, hogy teremt egy teljesen újat, mint ahogy az ember sem lesz teljesen új, hanem kap egy megújult testet, mint ahogy Jézus is kapott egy megújult testet, nem egy új testet. Ugyanígy lesz a teremtésnél. De hát erről beszél a Véda is, hogy mindig újra és újra megújul a teremtés, amit ő a teremtőt Brahmának nevezik itt. Ez a Brahma, ez újra és újra megteremti a világot, de nem új világ, nem másik világokat. Ugyanazt a világot, csak egy másik aspektusán, másik formájában teremti meg. De ezt a világot nem teremtette senki újra még eddig. Ez csak egyszer teremtődött meg, és majd meg fog újulni a 6000 év végén, illetve a 7000. év végén. És vége. Nem tudja újra teremteni a világot, mert akkor a fiának, aki az ő szava, újra el kellene jönnie,
hogy meghalljon a bűnös emberiségért, feltételezvén, hogy az emberiség nem lenne szent, hanem ugyanolyan lenne, mint most. Szóval ismétlődne ugyanaz az áldozat az ő részéről, és az nem tud ismétlődni, hisz ha már egyszer új testben van, ő halhatatlan. Szóval nem teremtheti újra a földet, mert a fia már új testben van, és már megígérte neki, hogy ő az első a halhatatlanok közül. Érthető? Szóval nem lehet igaz a Védák könyve is, meg a Biblia is. Én erre akartam kitérni. Értem, de ez teológiai szempontból nem egy. Tehát teológiai szempontból tér el. Amiről beszéltem, hogy egyetemes szinten nem tér el, hiszen megjelennek azok a dolgok, amit mondtál, hogy például a zsidóság előtti korszakok, mondjuk Énok, vagy Melkisédek, vagy Bábel tornya, vagy ezek vagy a dolgok. Sabát. Igen, hogy ezek a dolgok egyetemesek. Tehát az mindenhol jelen van. A történet a jelen van. Igen. Tehát az azt jelenti, hogy ez egyetemes dolog, mert ez mindenhol jelen van, tehát ez nem valami kitalált dolog, hogy valaki kitalált és leírta. Én ebben egyetértek. Hanem ez egyetemes, mert az egész emberiség ezt tudja, hogy tudta, az emberiség ős emlékezetében ott vannak van. Ezek a dolgok. Van egy közös kiindulási pont, erről beszélsz. Na hát erről beszélek végig, hogy a látnokok erről beszéltek, ezt próbálták kifejezni, és igazából használtak egy szent nyelvet is, egy misztérium nyelvet, amit a szanszkrit nyelv ősének lehetne nevezni. Tehát a szanszkrit nyelv az ebből fakad, ebből az ős nyelvből, ami az egyetlen egy nyelv, amiről beszéltünk a Bábel-torony előtt, hogy egy nyelv volt, és az ős szanszkrit nyelv volt, és a szanszkrit már ugye egy teremtett nyelv, alkotott nyelv, és abból fakadnak különböző más nyelvek, az ógörög, a latin, meg ilyen nyelvcsaládok, így fejlődtek ki. De a szanszkrit az nagyon ősi. Tehát nézd, ebben én egyetértek veled, hogy Genesis 11-es fejezet, a Bábel tornya, az leírja minden tradícióknak a közös origóját, ahonnan kiindul az összes. Utána azonban az lett a probléma, amiben most is szembesülünk, hogy kialakultak ezek a nagyon tekervényes, szövevényes hagyományrendszerek, amiket az emberek vallásként éltek meg, a különböző gonosz, spirituális erők sugalmazására, annak ellenére, hogy azt hitték, hogy az Istentől jön. És nem azt mondom, hogy te egy ilyen vagy, hanem azt mondom, hogy úgy látta ekkor a Teremtő, hogy kell, hogy létrehozzon egy vonalat, ahol az igazság fellelhető lesz a világban, és ez lesz Ábrahám. Ezért választotta ki a következő fejezetben. Bábel tornya után a következő fejezet Ábrahám. Szóval Ábrahámról is írnia kellene a Védáknak, hogy igen, jött ez az ember Ábrahám, de nem ír. De a lényeg az, hogy Ábrahám által kiválasztott egy embert, és úgy gondolta, hogy az ő igazságát kijelenti, hogy ne halljon ki az igazság, mert látta, hogy az emberek eltévejedtek. És mindvégig ez a vonal végig követhető a történelmen. Ez a vonal tartalmazza az igazságot. Ennek nincs köze a zsidókhoz, a kazárokhoz, a mai Izraelhez, meg ezekhez a dolgokhoz. Ez csak a Bibliáról szól. Azokról az emberekről, akiknek ott kijelentette. És az az egyetlen igazság. Az összes többi egyfajta deviancia abból a közös origóból, amit te is meghatároztál. Ez az, ahogy én látom. Igen. Ebben egyetértek nagyon sok mindenben. És még azt hozzá kell akkor tennem, hogy teljes legyen a kép, hogy a vallásokról, ha már beszéltünk, hogy ezek az én nézőpontomból torzulásai az egyetemes eredeti igazságnak, amiben mégis egyetértettünk nagyjából, és azon kívül nem csak, hogy a vallások torzultak el, és az igazságot tartalmazzák, hanem megszülettek áll vallások is. Tehát, most mire gondol? Többek között. Gondolok arra, csak simán a kereszténységen belül maradjunk, nem menjünk a túl távol, de... Egész kereszténység egy ilyen ávallás. Igen, de most az ávallások alatt azt értem, hogy a kereszténységből leágazó protestantizmuson belül is még voltak olyan burjánzások, amik ávallásoknak nevezhetők, többek között ilyenek mondjuk a Jehova tanúi, a hitgyülekezete, illetve mormonok, meg ilyen Amerikából. Most ugye a kérdés az, hogy mi alapján mondjuk azt a Jehova tanúira, vagy a hídgyülekezetére, hogy azok ávallások?
Hát ezt egyszerűen csak meg kell vizsgálni, és az látható, érthető egyből. Tehát aki, de én ugyanezt azt mondtam, mondanám, aki, például a hinduizmusra is. De várjál, aki proféta lélek, tehát aki fejlett, előre haladott a tudásban, tehát aki ezzel foglalkozik, akinek ez az élet, ahogy az elején mondtam, hogy aki feltesz az életét arra, hogy az igazságot keresi, az annak van már egy olyan, nem most azt mondom előképzettsége, de valami olyan képesség, ami alapján egyből tudja, hogy na, ne nevettessél már. Tehát körülbelül ez ilyen, intuíció, amiről beszélsz, ami azt jelenti, hogy csak érzem, hogy az igaz-e vagy nem. Nem csak érzem, ezt pontosan tudom, meg tudom határozni, hogy miért nem. De nem tudhat. A tudás azt jelenti, hogy valamihez hozzá tudom mérni, van egy mérte. Ez olyan, mint az, hogy milyen hosszú a kezedben az a ceruza. Ez szerintem 12 centi. És honnan tudod? Hát onnan, hogy én tudom belül, hogy ez 12 centi. Jó, és akkor mérjük azért, le. Tudom, hogy mekkora 12 centi, tehát... De pontosan nem tudod, szóval, hogyha most az lenne, hogy... De most ha az lenne, hogy főbelőnek, hogyha a 12 centit nem tudod pontosan bejelölni az asztalra, akkor lehet, hogy nem vállalnád el, ne? Hát azt mondanám, hogy nem pontosan. Na oké, de ha nem pontos, az azt jelenti, hogy nem 12 centi? Mert a 12 centi az 12 centi, hogyha... De én ezt akarom mondani neked, pont erről van szó mindvégig, hogy valamire azt mondod, hogy te tudod, de nincsen semmi bizonyítékod arra, hogy úgy van. És most nem empirikus bizonyítékra gondolok, arra, hogy mérd le, vagy bizonyíts be, vagy hozzá, hanem de most nem tudod semmivel összevetni. Dehogy nem. Hát pont azt mondtam, hogy te például honnan tudod, hogy Jeremiás proféta volt? Honnan tudod, hogy nem álproféta? Honnan tudod, hogy nem hamis proféta? Nem honnan tudom, hogy összevetem a bibliai iratokkal? Erről van szó. De te nem ezt csinálod, te összeveted egy csomó más irattal is, amivel nem tudod összevetni, mert azok az iratok ellent mondanak ennek. Nem mondanak ellent az egyetemes metafizikai szempontnak. Nem mondanak de ellent. De annak is ellent mondanak, hisz nem ugyanaz a metafizikai elképzelés a hinduizmusban, dehogy mint mond. Például a Bibliában. Én kétlem, hogy dehogy is, igen? Hát hogy lenne ugyanaz, mikor a reinkarnációnak a gondolata az onnan ott merül fel, míg a Bibliában nincs ilyen. Szóval nem is úgy gondolkodnak érdekes, a lélekről. A hindu tantrában sincs reinkarnáció, hogyha már itt tartunk. Jó, akkor a tantra oké, de a hinduizmus már nem. Az általános hinduizmus, mert ott meg van reinkarnáció. Igen, de én erről beszéltem, hogy én nem a hinduizmusban hiszek. Tehát én nem, de én mindegy, de a tantra, amiben... De én ezt mondom, hogy akkor a hinduizmus nem igaz. Mivel ugyanúgy nem igaz, mint ahogy a többi vallás sem igaz. Ezt mondom, de a Biblia az. Szóval akkor csak nem úgy van, hogy minden kijelentés, amit tesz az embereknek, azt majd mindenki érzi, hanem össze kell vetnem valamivel, hogy eldöntsem, hogy mi az igaz, mert a hindu proféta azt hiszi, hogy őnek igaza van, mert úgy érzi. Nem. A hindu proféta, vagy a hindu látnok azért tudja, hogy ő látnok, mert egyetemes az, amit ő lát, hiszen össze tudja vetni a többi látnokkal, hiszen van egy ilyen látnoki vonal, ezt úgy nevezik, hogy a gurulánc, vagy guru vonal. A guru nem tanítót jelent csak, amit itt nyugaton úgy gondoljuk, hogy guru, az valamit tanít. Nem, a guru az egy látnok, aki látja a valóságot, aki látta, és ennek van egy vonala, egy hagyományvonala, és ezen a vonalon minden gurunak, vagy minden látnoknak ugyanarról kell tudnia, függetlenül attól, hogy találkoztak-e az életben, vagy nem találkoztak, lehet közöttük akár 1000 év is, itt kettő személy között, de ugyanarról beszélnek, ugyanazt tapasztalták, de hát ez mind tapasztalati dolog, ahogy mondtam, nem az, hogy most valahonnan kiolvasták egy könyvből, vagy megnéztek egy filmet, és akkor az alapján vizionáltak. Ezen a ponton, ez most majdnem 1:40, szóval én azt javaslom, mivel ezt megbeszéltük, ezt a részét, és én örülök neki egyébként, hogy ezzel ennyit foglalkoztunk, mert így legalább ezt megértette mindenki, úgy gondolom, hogy mi a különbség és mi a hasonlóság ebben a tekintetben, hogy az igazságot mihez méred te, meg mihez mérem én, és akkor ebben legalább nagyjából világos lesz mindenkinek, hogy hogyan közelítjük meg ezt, de már nem érdemes, úgy gondolom, hogy másba belekezdeni, mert csak túl hosszú lenne, és mindenkinek lefordul majd a székről, aki nézi, de bízom abban, hogy aki eddig kitartott, az hasznosnak találta ezt, és van egy elképzelése arról, hogy mi az a transgresszív szakralitás, hogyan látod te a világot, illetve hogyan látom én a világot.
Úgyhogy ha nem haragszol, nem akarom beléd folytani a szót, de én azt javaslom, hogy már a következő témákra a jövőben, ha kitérünk, akkor azt nem most tegyük meg, mert csak túlságosan hosszú lesz. Úgyhogy én ezzel a lendülettel elbúcsúzom mindenkitől, és köszönöm a figyelmet, és megkérek arra mindenkit, hogy osszátok meg ezeket a videókat, lájkoljátok, illetve látogassatok el weboldalainkra, ami yahooaútja.hu, infobubble.hu, ahol mi rendszeresen jelentkezünk rengeteg videóval a világ, illetve a Biblia dolgait illetően, és köszönöm a figyelmet, és ezzel átadom neked a szót, és akkor el tudsz búcsúzni mindenkitől, meg megmondhatod, hogyha akarod, hogy hol találnak meg, hogyha esetleg szeretnéd, de mindenkinek én a legjobbakat kívánom, és akkor tiéd a zárszó, halleluja. Hát köszönöm szépen én is ott a beszélgetést, és hát ha esetleg vannak olyan témák, amik ebből még tovább nőttek, vagy nőnének ki, én szívesen vállalom közeljövőben, ha lesz ilyen, ha nem lesz, akkor csak ennyi volt. Mindenkinek köszönöm akkor a figyelmet, aki itt volt velünk, és hát ha most mondjuk engem el akar valaki érni igazából, mondjuk egy... Megkeres engem, és én majd elkalauzolom hozzá. Jó. Köszönöm a beszélgetést, és akkor innen folytatjuk mindenkinek a legjobbakat. Halleluja. Namaste. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig.